Jó estét kívánok mindenkinek! Kezdjük a gálát. Május 18-án Szigetszentmiklóson fogunk találkozni, és ott lesz az Arénák legendái. A másik gála, ami egyébként ebben a hónapban lett volna megrendezve, annak a szervezője azt írezteli másoknak, hogy az ő gáláját én furtam meg, ezért rúgták ki a bokcsarnokból, és több embertől hallom, hogy ez biztos, hogy én tettem tönkre azt a gálát. El kell, hogy mondjam, semmi közöm nincs ahhoz a gálához, és az nem is volt egyébként egy gála. Szóval azt nem kellett másnak tönkretenni, azt tönkretette maga a szervező, hiszen olyan fellépőket hirdetett meg, amely kivert a biztosítékot minden normális embernél. Transvesztitát akart összeugrasztani egy másik transzneművel, egy törpét egy modellnővel, akkor haragosokat egymásnak ugrasztani, egy embert kettő ellen, két embert kettő ellen, szóval maga az egész ötlet már magában őrület, tehát azok, akik a sporttal foglalkoznak, vagy főleg azok, akik engedélyeznek ilyen rendezvényeket, azoknak a hátukon felállt a szőr. Tehát nem véletlen az, hogy nem engedték a sportcsarnokba ezt a rendezvényt, és azóta is én másoktól tudom, hogy több helyre elment, hogy a rendezvényt valahol megtartsa, és ahol nem engedik. Tehát semmi közöm nincs hozzá, sőt, én mondtam, hogy szívesen segítek neki az ötletekben, hát hiszen együtt csináltunk decemberben egy gálát, nekem ő nem az ellenségem, nem a haragosom, és itt elmondom mindenkinek, hogy az ő gáláján résztvevő sportolók ne is, vagy sportolók, vagy annak mondott személyek, ne is jelentkezzenek nálam, mert a mi gálánkon azok nem vehetnek részt. A Fekete Lacikáról van szó egyébként, aki az ő gáláján részt vett volna, csak éppen azt felejti el mindenki, hogy a Fekete Lacika először a mi gálánkra jelentkezett, és amikor megkérdezte tőlem, hogy átmehet-e a másik gálára, én azt mondtam neki, hogy természetesen menjen mindenki oda, hova akar, minél több gála van, annál jobb a versenyzőknek. Egyrészt, hogy több helyen meg tudják mutatni magukat, hogy mire képesek, másrészt ezzel pénzt is keresnek. Igaz, én nem kínáltam milliókat az indulóknak, viszont a győztesek meg is fogják kapni azt a 300 ezer forintot, amit ígértem. Úgyhogy a vesztesek is egyébként 50 ezer forintot kapnak abban az esetben, ha tisztességesen harcolnak. Nyilván, ha megadják magukat az első menetben, akkor nem fognak kapni egy fillért sem. Nem én fogom eldönteni, hanem a gálának a szupervájzere, a főbíró és a főszervezők, tehát többen fogják eldönteni, hogy ki az, aki méltatlan arra, hogy díjazást kapjon. Várom azokat a sportolókat, akik eredményekkel rendelkeznek a küzdő, bármilyen küzdősportban, mert még van egy vagy két hely talán, amire be lehet nevezni, de általában megvan már az összes induló, azt hiszem mind a 12 pár, de talán, ha találnánk olyan sportolót, aki tényleg komoly eredményekkel rendelkezik, akkor azért szorítanánk neki helyet. A jegyeket szerdától lehet majd megvásárolni, de azt külön meg fogom hirdetni. A jegyek ára 12 ezer forint, VIP asztalokat is lehet foglalni. Egy VIP asztalára 300 ezer forint, 5 fő ülhet le egy VIP asztalnál. A küzdő téren lesznek elhelyezve a VIP asztalok, de oda egy légy nem szállhat be engedély nélkül. Tehát olyan nem lesz, mint a korábbi gálánál, hogy ott tömegek veszik körbe a ringet, senki nem mehet be, csak a VIP asztal, akik megvásárolták, és azok is csak ülhetnek az asztalnál.
Tehát, hogy mindenki lássa, mindenki jól szórakozzon. A résztvevőkről később fogok beszélni konkrétan. Azt azért elmondhatom már most is, hogy olyan sportolók vesznek részt, akik korábban olimpiákon, világbajnokságon, Európa-bajnokságon, vagy akár a magyar bajnokságokban kiemelkedő eredményeket értek el. Tehát ez egy igazi sportrendezvény, azok jöjjenek el, akik éhesek a küzdősportra, és jó bunyót szeretnének látni. A gálával kapcsolatban bárkinek bármilyen kérdése van, azt tegyétek fel, folyamatosan fogom az információkat itt ezen az oldalon, tehát a YouTube-on, TikTokon és a Facebookon közölni. Azoknak az embereknek, akik pedig csak rosszakat tudnak mondani vagy írni, azoknak meg azt üzenem, hogy ne foglalkozzanak vele, mert higgyék el, hogy sokkal rosszabb nekik az, hogy állandóan egy olyan emberrel foglalkoznak, akit ők nem szeretnek, hiszen nem is tudom, hogy ebben mi a jó. Mert én csak olyat nézek, ha egyáltalán van időm, akit kedvelek, akit érdemes megnézni. Csak olyan oldalra írok, ha írok, ami szintén számomra fontos, vagy ahol tanulhatok, vagy akivel érdemes bármilyen kommunikációban részt venni. Mindenkit várok a Szigetszentmiklósi gálára, további információkkal jelentkezem.